25 évvel ezelőtt pontosan ugyanígy kezdődött a Cotton Club Singers szexárdi koncertje. A Macskafogó című azóta már kultfilmé vált rajzfilm négy patkányának slágerével törtek be a hazai zenei piacra olyan sikerrel, hogy ez azóta is repertoáron van náluk. Olyannyira, hogy ez lett az együttes első lemezének címe is. Az idők folyamán a négy gengszter kicserélődött, csak a banda főnök László Boldizsár maradt örökös tag, aki állítja, ma is szívesen felkel egy egeres szendvicsért kora reggel, ahogy a dalban is elhangzik. Mindig más hullámok hatnak ránk. Most egy-két éven volt, hogy nosztalgiába jöttek az emberek. Ugye, hogy mondjam, akik fiatalként, velünk egykorúként kezdték a mi zenénket hallgatni, azoknak volt egy leállás az életében, amikor ugye gyerekeket szültek, és akkor ugye nem jártak annyira koncertekre, és azok a gyerekek most felnőttek. És most nagyon furcsán összeérnek a dolgok, mert azok a szülők is eljönnek, és hozzák a nagyobb gyerekeiket, és így elkezdett fiatalodni a nézőterünk is sok esetben, és ennek tényleg örülünk, mert ha bár dacárának, hogy évente 2-3 koncertet csinálunk, és most nem csak a pandémia miatt mondom azt, hogy ennyi koncertünk van, hanem ennyit vállalunk, mert ezt így megfogadtuk, hogy eleinte csak egy, meg két évente egy, így voltak, aztán rájöttünk arra, hogy ez mind a két oldalnak is jó, a közönségnek is, nekünk is szeretünk együtt muzsikálni, úgyhogy idén ez a harmadik koncertünk lesz. Ez ma már játék és önfeled szórakozás nekünk is, mondja László Boldizsár, aki évekkel ezelőtt a komolyabb műfajok felé fordult, hiszen operaénekesként is rendszeresen kap szerepeket, sőt főszerepeket. Az persze kérdés ma is, hogy ő, László Boldi, a Cotton Clubos csávó, aki operát énekel, vagy László Boldizsár operaénekes, akinek volt egy zenei előélete. A László Boldi az az operaénekes, aki a Cotton Clubból jött. Ott például pont tegnap volt egy nagyon furcsa vállalásom, mert az operáz úgy gondolta, hogy a Hoffman mesi premier napjára nekem délőtre kiír még egy Tóthék opera előadást, amiben az Őrnagyot alakítom, és ez két nagyon nehéz szerep. És hát nyáron még úgy könnyednek tűnt, hogy ez persze jó. És aztán egy közeledett, egyre jobban éreztem ennek a súlyát, meg a próbákra, meg a fáradtság és ezért. És akkor ott, amikor viszont lement az egész, akkor egészen elképesztően elkezdtek ilyen leborulni a lábaim mellé az operán belül, meg az igazgató jött hozzám, és megcsináltad, és ezért. Ezt mind a Cotton Club Singersnek köszönhetem, mert az az állóképesség, amit ez megkíván, az, hogy 2-3 órát állunk, és akár ha próbával, utazással együtt, ez egy olyan 5-6 órás, 8 órás menet, akárhogy is nézem, és ezt mi végigcsináltuk 15 éven keresztül. És ebből az energiát én tudom meríteni, meg abból, hogy paksi vagyok. Operán belül az operista vagyok már, tehát azért ott már azért elfogadták. Eleinte azt mondták, hogy persze, majd rájön, aztán úgyis visszamegy. Ez volt a hozzáállás, aztán mégis maradtam. Úgyhogy a Singersen belül meg Singers vagyok. Tehát az az érdekes példa a Singersben, hogy a Zsédenyi Adrien se Zséda, amikor visszajön, hanem ő az Adri. És én se az operánekes vagyok, hanem a Boldi. Úgyhogy mindenki visszalép abba a folyóba, ahonnan kilépett. Tehát, hogy ez meg tudja őrizni ezt a jellegét a Singers. 8 órányi anyag van nekünk ottában meg. Rengeteg. Sőt, ha nagyon beletúrok még, akkor még 2 órát, tehát 10-et simán össze tudunk, 10-ből tudunk válogatni. Most például jövőre a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz a teljes Abba Jazz műsort, elővesszük. Az most 15 évvel ezelőtt mutatódott be. És most akkor ennek egy, talán a 15 egy olyan szám, ami. Habár most például Hobo 77 így hirdeti magát az alapvetően.
nem feltétlenül kell jubilamhoz kötni egy idő után az emberek igényei, hogyha van. Meg most az abba ugye fellélegzett, újra csinál valamit, avatárkodik egyet, és akkor ebben most, és akkor hát sajnos nem láttam még, és akkor ezt a dolgot mi másik oldalról, a jazz oldalról mutattuk be annak idején, és akkor a szabadtéri igazgatónő, a Bán Teodor úgy gondolta, hogy akkor most van itt az ideje, és akkor ezt felélesztjük. Tehát ilyenekre igen, kapatosak vagyunk meg. Pláne olyan időszakban, amikor például nekem sincsen annyi elfoglaltságom, így július közepén lesz, jól tudom, és ott kedvünk is lesz hozzá, igen.